Ebben a felállásában utolsó ülését tartotta szeptember végén a kalocsai testület. Ekkor került sor a hivatali dolgozók bérjuttatásának odaítélésére. Ugyanis a jegyző javaslatot tett arra, hogy a kalocsai polgármesteri hivatal állományába tartozó valamennyi dolgozó félhavi egyszeri kiegészítő bérezésben részesüljön. Elméletileg a jegyző rendelkezne ezzel. A jegyző kéri a megerősítést, ezért osztjuk be testet, ez külön pénz nem kell. Egyébként másfél havi bélmegtakarítás van már most, tehát ennyi várható év végére. Tehát én nem látom akadályát, hogy a apparátusnak a jó munkáját ennyivel elismerjük, hogy egy fél havi kifizetésre kerüljön. Ugyanis az idei évben 48-50 fő dolgozott a hivatalban, a 2019-es költségvetés bér és járulék előirányzatát pedig 55 főre tervezték. Az ebből felmaradó összeg kerülne most kiosztásra a dolgozók között. Itt csak egyetértés és támogatás szükséges a testülettől, a pénzügyi keret megvan, tehát semmi módosítást nem jelent, tehát a többlet támogatást nem igényel és benne van a költségvetésünkbe. Mely támogatást a testület meg is adott, 11 igennel és 0 nem szavazattal fogadták el az erről szóló határozatot, így a dolgozók hamarosan megkapják a juttatást. Az év végére szintén marad egy havi bértöblet, melynek sorsáról az új edző és a megválasztott új testület fog majd dönteni.